Útjavítás. Elkezdődött a munka, július végére 140 méteres szakaszon újul meg a Tóth Árpád utca. Fejlesztés. Buszmegállót alakítanak ki a Hunyadi utcán. Két hónap alatt végeznek a munkával. Elővigyázatosság. Csak minden második magyar köt utasbiztosítást külföldi utazás előtt. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó július 1-én hétfőn. Már is jövünk a friss hírekkel. Gőzerővel folynak a nagy felületű útjavítások Debrecenben. Ma elkezdődött a Tóth Árpád utca felújítása is, lakossági kérésre. A beruházás 24 millió forintba kerül. A tervek szerint legkésőbb július 27-ére elkészül az útszakasszal a kivitelező. Ma kezdődtek a munkák, a Tóth Árpád utcát a Bajcsy-Zsirinszky és a 60 utca felől is lezárták. Parkolni sem lehet majd a munkák befejezéséig, behajtani is csak 4 óra után tudnak az itt lakók. A kivitelező szakemberei a felhízott patka nyesésével és az útburkolat megtisztításával kezdték a felújítást. Az aszfalt már alaposan előregedett, így az itt élők örültek, hogy ez az utca idén bekerült a nagyfelületű útjavítási programba. 50 éve lakunk itt, és amikor ide költöztünk, még macskaköves volt az út, utána kapott aszfaltréteget, és az bizony elhasználódott, úgyhogy nagyon sok kágyút kellett kerülgetnem, amikor kocsival jöttem hazafele. Ez már nem lesz sokáig így, hamarosan felszedik az előregedett kopóréteget, és új aszfalt kerül a helyére, az aknafedlapokat is színbe helyezik. A beruházást az önkormányzat saját forrásból finanszírozza, a 140 méteres szakasz 24 millió forintba kerül. A városrész önkormányzati képviselője azt hangsúlyozta, hogy nem csak minőségi változást hoz az új aszfaltburkolat, de a biztonságos közlekedést is segíti. Előre láthatóan július 27-én fog befejeződni majd a munka itt a Tóth Árpád utcában. Addig is kérjük a lakosság türelmét, hiszen lezárásra került mind a két oldalról az út, és kérjük azt is, hogy a közlekedési táblákat figyeljék, és nem megszokásból közlekedjenek. Ebben az évben 57 utcát érint a város útépítési és útfelújítási programja. Összekötik a Burgundia utca és a Hunyadi János utca buszsávját. A munka ma kezdődött, ennek befejezéséig új forgalmi rend lép érvénybe a környéken. A Csapó utca irányából forgalom technikai eszközökkel kijelölésre kerül a külső sáv. A közlekedési szigetnél a forgalomtól elzárt terület buszsávnak. Útpályaszerkezetet, új közvilágítási hálózatot és csapadékvíz elvezetést építenek a Hunyadi utca északi oldalán, 110 méter hosszúságban, a meglévő önálló jobbra kanyarodó sávot pedig újra aszfaltozzák. A mintegy 75 millió forintba kerülő korszerűsítés célja, hogy könnyebbé váljon a közlekedés Debrecen egyik legforgalmasabb útszakaszán. A munka várhatóan augusztus 30-áig tart. Azt tapasztaljuk, hogy a tömegközlekedésnek az észszerűsítése, a buszsávok kialakítása jelentős mértékben tudják enyhíteni azoknak a terheit, akik ezt a közlekedési módot választják, illetve az agglomerációból a városba érkezőknek a környezetterhelését is próbálnánk olyan mederbe terelni, amelyek zökkenőmentes, gyors közlekedést tesznek lehetővé itt a belvárosban is. Kedden a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát egyaránt emeli az Olajipari Társaság, számolt be a holtankoljak.hu szakportál. A 95-ös literenként 2 forinttal, a dízel pedig 3 forinttal drágul. Így a benzin 615, a gázolaj pedig 633 forintba kerül majd július 2-ától. Elindult az otthonfelújítási program, mától nyújthatóak be a kérelmek. A kormány döntése alapján kedvező feltételekkel igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes kölcsön, melyet fűtési rendszer korszerűsítésére, szigetelésre és nyílászáró cserére lehet felhasználni. A programra 108 milliárd forint áll rendelkezésre.
Körbe járom, ha eső van, mindent, hogy jaj, beázik valahol, vagy nem. Kádas Lászlóné 1977 óta lakik Álmosdon ebben a 60-as évek végén épült házban, amely az idő múlásával korszerűtlenné vált. Az épület lábazata például megrogyott, de a nyílászárók is régiek. Az asszony az állagmegóvás, illetve az ingatlan értékének növelése céljából igényli meg az otthonfelújítási támogatást. A fürdőszoba az már le van fixálva, hogy az kell felújítani, mert fürdőkád van, és az nekem nem felel meg, mert nem tudok beleállni. Aztán a tetőt kellene, mert beázik eső, ha nem egyenesen esik, akkor így a cserép alá is bemegy. Meg kívül is kellene csinálni a falat. A támogatás segítség lehet azoknak is, akik önerőből nem tudják felújítani lakóingatlanjaikat. A programmal növelhető az energiahatékonyság, ami komoly megtakarítást jelenthet a tulajdonosok számára. A maximális beruházási összeg 7 millió forint lehet, mely 1 millió forint önerőt jelent. A támogatást azok a magyar állampolgárságú lakosok igényelhetik, akiknek az ingatlanjuk 1990 előtt épült. Alapfeltétel továbbá az is, hogy a felújítás legalább 30%-os energiafogyasztás csökkenést eredményezzen a kiinduló állapothoz képest. Pályázat keretein belül pedig többek közt olyan tevékenységek támogathatóak, mint a hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés. Az otthonfelújítási program első ütemében 108 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. A becslések szerint 20-30 ezer család élhet a lehetőséggel. A kezdeményezés részletei elérhetőek az otthonfelújítás.támogatás.hu oldalon. Magyarország a világ 14. legbiztonságosabb országa. Ez hangzott el ma a Vármegye önkormányzatának közgyűlésén. Mindez visszatükröződik a Hajdubihar Vármegyei Rendőrfőkapitányság tavalyi közbiztonsági beszámolójából is, amit ma ismertetett a képviselőkkel Gyurosovics József dandártábornok. A rendőrfőkapitány úgy fogalmazott, eredménycentrikus munkát vár el kollégáitól, amit jól jelez a szervezet több mint 88%-os nyomozás eredményességi mutatója. Tavaly 6858 bűncselekmény történt Hajdubiharban. A korábbi évhez képest ez csaknem 28%-os emelkedés. Ennek ellenére vármegyénk továbbra is az ország egyik legbiztonságosabb, sőt, több mutatót tekintve pedig továbbra is az első helyen áll az országos összevetésben, hangzott el a vármegyei közgyűlésen. A rosszabb statisztikai adatok például részben a kibertérben elkövetett bűncselekményeknek köszönhetőek. Az online térben történő elmozdulás, amit érzékeltünk 2022 és 23 évben, jelentősen átalakította a rendszerünket, és megnövelte az ismerté vált bűncselekményeknek a számát is. Több mint 900-al több online térben elkövetett bűncselekmény történt 2023-ban, mint 2022-ben. Az online bűnözés elleni küzdelem érdekében vármegyénkben egy 5 fős kibernyomozói szervezeti egység állt fel, ami csak az ilyen típusú ügyekkel foglalkozik. A beszámoló értékelésekor Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke is a közösségi média veszélyeire, a bűncselekmények megelőzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Gyakorlatilag az online tér, a közösségi médiumok oly mértékben eldurvultak, ami magában hordozza azt, hogy valaki úgy gondolja, hogy az online tér az arra való, hogy ott nincsen felelősség. Tehát azt gondolom, hogy azokat az intézkedéseket is nekünk is elő kell segíteni, ami lehetővé teszi azt, hogy előzzük meg a bűncselekmények előkészítését is. A rendőrségi beszámolóban az is elhangzott, hogy a romló adatsor másik oka, hogy 10%-ot meghaladó mértékben nőtt a közlekedési bűncselekmények száma. Gyurosovics József azonban kiemelte, hogy a vármegyei rendőrség nyomozási eredményessége továbbra is magas, 100 esetből 88-at sikeresen zárnak le. Több bűncselekmény típus esetében, például a szándékos emberöléseknél pedig 100%-os ez a mutatójuk. A közgyűlés tagjai egyhangulag fogadták el a beszámolót. A debreceni önkormányzat válságálló, erős, összetartó közösség. Ezt mondta a köztisztviselők napján tartott köszöntőjében Papp László polgármester. Családtagjaival együtt csaknem 700 dolgozó vett részt az Olá Gábor utcai sportcentrumban rendezett programon. A köztisztviselők napja a közgyűlés határozata alapján munkaszüneti nap. Erről Szekeres Antal főjegyző beszélt.
Hozzátette, soha annyian nem voltak még a rendezvényen, ahol számos sportolási és szórakozási lehetőséggel várták a résztvevőket. Pap László polgármester azt mondta, az elmúlt évek izgalmasak voltak és rengeteg probléma adódott, de a hivatali dolgozók összetartó, profi munkát végeztek. Debrecen szolgálata pedig a legnemesebb feladatok közé tartozik. Nagyon nehéz időszak van mögöttünk, az elmúlt 4-5 esztendő számos kihívással próbált meg bennünket, de azért azt lehet mondani nyugodtan, hogy a hivatal munkatársai, mint ahogy a város minden szervezete által sarat, és a legnehezebb időszakban is ki tudtuk szolgálni, meg tudtuk oldani a város polgárainak ügyes-bajos dolgait. Járműipari szervízcentrumot hoznak létre a Mikepércsi úton. A korábban az egyik japán autómárka szervízének otthont adó épület egy éve üresen áll. Nemrég viszont a debreceni szakképzési centrum új telephelye lett. A Mikepércsi úti centrum új lehetőségeket biztosít majd annak a csaknem 500 diáknak, aki járműipari képzésben tanul. Eddig elsősorban a gyártás folyamataiba nyerhettek betekintést, ezen a telephelyen viszont a szerviz folyamatokat ismerhetik meg jobban. A dehír.hu információi szerint egy olyan korszerű környezetet alakítanak ki, ahol a diákok életszerű helyzeteken keresztül sajátíthatják el a járművek karbantartását. Az épületet egyenlőre csak bérli a szakképzési centrum, de hosszú távon szeretnék, hogy a tulajdonukba kerüljön. Baleset, betegség, podgyász. Csak néhány dolog, amire érdemes gondolni, mielőtt valaki nyaralni indul. A tapasztalatok szerint minden második külföldre utazó magyar köt csak biztosítást. Az általunk megkeresett utazási irodában azt mondták, ha lehet, nehezen spóroljon az utazó. Bizonyára mindannyian ilyen izgatottan indulunk útnak, ha nyaralásról van szó. De ahhoz, hogy a jókedv megmaradjon és biztonságban érezzük magunkat külföldön is, a szakemberek szerint érdemes utasbiztosítást kötni. Bak Sándor és felesége idén Görög és Törökországba is ellátogat majd. A férfi szerint az egészség a legfontosabb. Minden alkalommal kötünk utasbiztosítást, személyre és minden tárgyra. Nem utazunk úgy el. Én még akkor sem, ha egy napra átmegyek Romániába. Utasbiztosítást szeretnél kötni az utazásra. Ebben az utazási irodában sem győzik hangsúlyozni a biztosítás fontosságát. Elmondásuk szerint szinte minden évben fordul elő az utasoknál baleset. A kisebb sérülések mellett akadt olyan, akin komoly műtétet kellett végrehajtani külföldön, sőt olyan is, akit állapota miatt repülővel kellett hazaszállítani. Bármi probléma történik, az nagyon sokban szokott kerülni az utasoknak, tehát sok pénzt kérnek el az orvosi ellátásért. Ezért, hogyha valakinek utasbiztosítása van, ezt az óriási nagy költséget az utasbiztosítás minimális költségével kiküszöbölhetik. A tapasztalatok szerint csak minden második külföldre utazó magyar köt biztosítást. Betegség esetén rendelkezésre állhat az európai egészségbiztosítási kártya is, de az nem váltja ki az utasbiztosítást. Nem állt azonban tudni, hogy ezekkel csak olyan szolgáltatások vehetők igénybe, amit az adott ország állampolgárai a helyi társadalom biztosítás keretében élveznek. Így például a magánegészségügyi ellátás nem tartozik ebbe bele, illetve a legtöbb nyugat-európai országban kórházi napi díjat is kell fizetni. Mindezt az utasbiztosítással megsporolhatjuk. A szakemberek elmondása szerint mindenkinek saját érdeke a zavartalan pihenés, így érdemes balesetre, betegségre és podgyászra is kiterjedő utasbiztosítást kötni. Ezüstéremmel zárta az Észak-Macedóniában rendezett női junior kézilabda világbajnokságot a magyar válogatott. A korosztály a DVSC Scheffler vezetőedzője Szilágyi Zoltán irányításával három debreceni játékossal a keretben jutott el a döntőig, amit vasárnap este Franciaország ellen veszítette el. Csernyánszki Liliana irányít, a találkozó első gólját pedig Csíkos Luca lövi. Félidőben egyel, majd a második félidő elején már 4-jel vezettek a franciák a magyar válogatott ellen. A mieink innen még felálltak, de a fordítás után nem sikerült megtartaniuk az előnyt. Mindkét csapat hibátlan mérleggel jutott el a döntőig, de a finálé hajráját az ellenfél bírta jobban, és 29-26-ra nyert. Magyarország világbajnoki ezüstérmes Skopjéban, Franciaország pedig ebben a generációban először nyer világbajnoki címet.
A tornán 23 gólt szerző debreceni kézilabdázó Csernyánszki Liliana ma csalódottan értékelte a mérkőzést híradónknak. Szerettük volna boldogan zárni az utánpótlás éveinket, de sajnos ez nem így sikerült. Bízom benne, hogy azért ez majd pár nap vagy pár hét múlva ez az ezüst kicsit megszépül, de azért így is büszke vagyok a lányokra, hogy ideig eljutottunk együtt. Csernyánszki Liliana mellett Lakatos Réka és Panyi Anna szerepelt a 2004-es és 2005-ös születésű kézilabdázókból álló keretben a DVSC Scheffler játékosai közül. A korosztály a Szilágyi Zoltán Kudor-Kitti edzőpáros vezetésével tavaly Európa-bajnok lett. Ez a világbajnokság volt az utolsó utánpótlás versenyük. A szövetségi edző szerint el kell ismerniük, hogy jobb teljesítményt nyújtott az ellenfél. Tavaly is döntőt játszottunk ezzel a társasággal, úgyhogy mindenképpen azt gondolom, ez a két év nagyon sikeres volt, de természetesen most még eléggé közeli a, és friss az élmény, és hát vannak momentumok de a mérkőzésen, amik egy kicsit a máshogy alakulnak, akkor most jobban örülhetnénk. A szakember hozzátette, a következő hetekben már a DVSC Scheffler felkészülésére koncentrál. Arról később döntenek a Magyar Kézilabda Szövetséggel, hogy folytatja-e a munkát a válogatottnál. Ez volt a DTV híradó. További hírekért keressék fel a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. Jó tévézést kívánok, viszontlátásra!